Most a Frisbee-ben jön az év legviccesebb paródiája. Markos Nádas, mint Conchita Wurst. Az Eurovíziós dalversenyt követően itt nálunk Magyarországon is megrendeztek egy kevésbé nagy nyilvánosságot kapott dalfesztivált. Hölgyeim és uraim, most érkezik a győztes! Köszönjük, kívánok! Mennyiben és miben változott meg az élet a győzelem óta? Hát először is nagyon köszönöm, hogy itt lehetek ebben a fantasztikusan nívós műsorban, és köszönöm a művész úrnak, hogy meghívott. Én nekem azóta mindenem megváltozott. Másképp megyek az utcán, másképp köszönnek rám, rengeteg fellépésem van, és egyszerűen úgy veszem észre, hogy imádnak az emberek. Szűk körben vagyunk, ezért kérem válaszoljon őszintén. Vajon szakáll nélkül is megnyerte volna ezt a versenyt? Mit egész gondolt? Biztos vagyok benne, bár én szakállal születtem, ezt meg tudom mutatni. Kiskori képemen látszik, és én így születtem, és biztos vagyok benne, hogy anélkül is menne. Nem tudom, hogy milyen fesztiválokra hívják, de például egy motoros fesztiválra mennyiért menne? Motoros fesztivál az én álmaimban is az szerepel, de én erről nem nagyon tudok beszélni az anyagiakról, mert én a menedzseremnek köszönhetek mindent, és ő intézi az ügyeimet, a fellépéseimet és az anyagi ügyeimet is. Mindent neki köszönhetek. Készültünk egy meglepetéssel, hiszi vagy nem, itt van velünk a menedzser is. Fogadják szeretettel! Jó estét kívánok, örülök, hogy itt van. Szóval ott tartottunk, hogy vajon mennyiért mennének el fellépni egy motoros fesztiválra? Egy fesztivál. Motoros fesztivál, befogod a pofába? Motoros fesztivál, azt nem. Jó, hogy nem láncfűrész fesztiválra nem tűnt. Küldj el a kisasszonyt, érti? Elmegyünk mi, elegáns helyekről megyünk, érti? Opera, érti? Műpa, mappa, pipa, érti? Én is szerettem volna az utóbbiban részt venni, de nekem mindig mármint, hogy föllépni ezeken a helyeken. Befogod az arcodat? Befogod. Na most az van, hogy nekünk a művészetire kell érti, nagyon fontos. Igen, mert az én saját... Egészségére rosszul van? Nem, csak jön vissza a sör, hogy elnézzenek. Megakad ilyenkor a torkán a munkás. Befogod a pofára? Állandóan szerepelhetnék el, nem most... csak mégiscsak én vagyok. Fogd az arcodat, vagy én elmondom. De az a sors, tudom, miért kell az a sors furcsa fintora, hogy önök hasonlítanak egymásra? Nekem ilyet még senki nem mondott. Hogy hasonlít? Hallgassa meg a hangomat, mi hasonlítok rá semmibe? Teljesen másképp van szerintem meg. Befogod a pofádat, most az a kérdés. Nem tudom, miért kell mindig ilyen durvának lenni. Leesett a nyálacskád ezen. Sört meg kell igazítani. Lehet, hogy nem is munkás. Ezért még számolunk, ha hazamegyünk kereplőre, ne aggódj. Jobb is lenne. Kicsit többet adnál. Fejezd már abba. Mindig smucigoskodik. Fejezd abba. Olyan egyszerű. Mukor is adtam neki heti 200 forintot, nem volt elég semmire. Ő annyira zsugori, hogy saját magának a parizerti second hand üzletből veszem. Nem tudom, hogy miért kell így viselkedni. A design egyébként kinek az ötlete? Micsoda? Yes. Miket beszélsz te? Design. Ja, azt eladtam már 2 hónapja, az nekem nem volt. Azt eladtuk. Nem tudok róla. Eladtuk az izét, ami az, azt eladtuk. Értem. Nem volt biztosítás, inkább eladtuk.
Más kérdezek, a ruhát ki tervezte? Nincs olyan, hogy tervezés, hanem nekem van egy kedves barát. Befogod a miért kell mindig így letorkolni egy hogy ilyen művész? Nem volt, nézz oda, mit csináltam. Állandóan lelévez a kezében a pohár. Szörnyű. Nem voltunk egy kisebb településeken. Mit csinál a pohár? Mert nem hallottam. Semmi, elment belőle a lé. Szórja a pénzt. Szóval, ha nem voltunk kisebb településeken, ne arcoskodjál ma. Nem, én csak megjegyeztem valamit. Nem voltunk kisebb településeken. Jobb, ha nem tud mindenki mindenről. Ebben maradjunk. Fogd már be! Az a biztos. Állandóan beszél. Nem voltunk kisebb településeken, szóval ott hagytam a borotvált a hugonnak. Na, az a helyzet, hogy így maradtunk, ha gondoltam, maradjunk így. Ez már én... nem jön be soha többet, ez a poén, ez elled. Kérem, úgy mondják, egy kicsit emberek, de jön egy másik. Köszönöm, hogy még az a poén, hogy a hugomnak, mert ő is szakállas. Na, de ügyeskedjen, tényleg? Ismeri a hugomat? Nagyon szép szallegény. Tessék elmondani még egyszer, besegítem. Személyi száma másféllel kezdődik, nem tudom. A ruhájukat ki tervezte? A ruhát nem kell tervezni, nekem van egy nagyon kedves barátom. Befogod a pofába? Nem tudom, miért kell. Mi az, hogy ki tervezte? Hát egyszerűen ez így van, ez így jó, én nagyon szeretem ezt, ezt hordom éjjel-nappal, mert a mezőn meg egyszerűbben beüri, kiüríten a dolgokat, élt is, hogy könnyű a dolgok. Könnyítés, egyszerű lett volna. Fussunk neki még egyszer. Nem futunk már senkinek szóval sokkal neki. Sokkal könnyebb ebben a ruhába könnyíteni a mezőn, érti ez az igaz. Ezt akartam mondani, csak belepofázik mindenbe. Én nem pofázom, én énekelni szoktam és beszélgetni, ő meg mindig letorkol. Amikor elmegy a falujában a kocsmába, akkor is ebben a ruhában? Én napon ebben a ruhában vagyok, összenőttünk, ha valahogy meg vagyunk egymással. Így szeret lenni. Befogod a pofádat? Nem kell neked állandóan beszélni. Durva vagy. Szóval ebben a ruhában vagyok éjjel-nappal. Kimosni azért szoktam? Velem együtt szoktam, igen, ha kimosni. Persze, persze. De előtte nem áztatok, csak rögtön puty bele a mosógépbe, az hagy menjen. Ez mindent így csinál. Bújj bele, hagyd menjen. Jóban vannak egyébként? Nem nagyon szeretünk egymással veszekedni. Az van, hogy van egy része, amikor dolgozni kell, akkor nincs kimélet, érti? Akkor ki kell menni, és elő kell adja az arcát, érti? És akkor... Utána akkor megüvöltözik velem. Nem is szoktam üvöltözni, azért, mert pofán csaptalak kétszer, az nem üvöltözik. De a felkészülésben segít neki? Természetesen. Mindig fölsegítem a létrán, persze, segít. Úgy szoktam mondani, hogy amikor beéneklem magam, akkor utána jön ő, és utána szokott rám üvölteni. Most nem teszi meg, mert huncut. És egyébként hangszere játszanak? Valamilyen hangszere? Én például, kérem szépen, van nekem ez a... Van az a hangszer, meg brácsa, a nagybátyám. Én meg ciszternál játszom, de eléggé vigyázni kell, mert ha lehangolódik, akkor cseszheti az egészet. Ma este itt a Frisbee-ben ünnepelünk, azt nem tudom, hogy tudják-e. Hála a jó Istennek, igen, és nagyon szépen befogod köszönöm, a pofába, hogy itt lehetünk. Mert el kell, hogy mondjam, hogy a 150 éves évfordulója van a hajdúművész úrnak, és így szeretnénk egy kis meglepetéssel, hogy hoztunk valamit. Bocsánat, hoztunk valamit, mert milyen többet szomba beszélsz. Bementem a Hester csuklába, és 1430 forintot. Nem hoztunk, hanem én megvettem 1428 forintért, mert 30-at számolt, meg 2 forintot, ugye már nem szok. Nagyon szépen köszönöm. Azt kívánjuk, hogy remeg nagyon jól érezze jól magát a további 150 évben is. És... Nagyon szépen köszönöm. Igazán jól esik, de ez a beszélgetés most önökről szól. És igen, én, rólam szól elsősorban. Befognál be a pofádat, hogy mondjam el, amit akar. Erről az otromba őszintén, magas fogja maga van? Maga mondja nyugodtan. Ott egy kis torta van az arcán, jól látom? Tessék? Maradt még tegnapról a brassója professzor. Szóval... Szerződést kötött valakivel. Szóval... Nekem eltartási szerződésem van a pohártól, új eltartási szerződés. Ott tartottunk, hogy köszönöm a gesztust, de ez a műsor önökről szól, és én próbálom megfejteni. Nem engedi, hogy megfejtse. De még azt kéne, hogy megfejtse, add még hiányzik olyan, neki. Olyan féltékeny, nem enged semmit. Fogd már be az arcodat, maradjál már. Hogy mondjál a művész úr. Próbálkozom, magam. De
Tehát az igazság az, hogy nem tudtam még megfejteni. Hiába, nem hiába, is kell megfejteni, hogy nem. Azért vagyok itt, hogy fejtegesse őt. Én arra itt vagyok fejtegetni. Megbeszélhetjük majd. Az ön... Azt szeretném én látni, hogy te megbeszélsz valamit. Olyat is szokott, hogy csak nézi. Nagyon nem kicsit a haja belelógott a tortába. Nem igaz, nem igaz. A knézi az meg riporter. Miket beszélsz itt össze-vissza? Na, szóval viszont az ön menedzseri tevékenységét én igencsak megkérdőjelezem, mert őszintén szólva ebben a stúdióban roppant bunkó módon viselkedik. Hogy micsoda? Én bunkó? Miért vagyok én bunkó? De olvasni szokott egyáltalán? Micsoda? Persze, hogy szoktam. Mit olvasott utoljára? Gázórát legutoljára. Hogy micsodát? A gázórától, az a szakmám, mi baj? Tudja, milyen szép... De maga egy egyszerű gázóra leolvasson? Nem egyszerű az. Nagyon, nagyon érdekes számok vannak egymás mellett. Fogd már a pofádat, nem kell kimossa a szarból. Kimondom én a magamért, nem kereked itt a reggem. Megtámogatod, nem vagyok én olyan. Igenis, leolvasom a gázórát, nagyon szép. Némelyek villog olyan szépen ki van suvicolva, bizonyám. Legfeljebb be van kötve egy másik csős, de az nem érdekes, érti. És gázóra leolvasóként hogy talált rá a felfedezett? Hát az az igazság, hogy ott voltam mögötte. Nem úgy volt, mert kimentünk ellenőrizni, már állítólag egy ilyen kis 30-40 négyzetméteres házból lakott, és azt mondták, hogy egy csepelműveknek a szintjén fogyasztották a gázt. Hát ugye rögtön tudtuk, hogy valamilyen gépet rákapcsoltak. Nem. Semmi lufis üzem volt a szomszédban, kölcsön adtam nekik egy picit. Az még egy dolog, de ő is szívogatta rendesen. Na! A lényeg az, hogy én őszintén szóval ebben az interjúban próbáltam mindvégig toleráns maradni. Micsoda? Mi lenni? Toleráns maradni. Tolerán! Mit mondtál? Egyszerűen lenni, és azt mondtál, hogy mit mondhat ilyet valaki, hogy toleráns Európa ember nélkül. Hát azt nem kell mindent elviselni az embernek. Hanggal elintézni. Még kell neked mindig közbe pofázni. Azt mondta, hogy toleráns, nem tűröm el senkitől. De ezt elhiszem. Azért, mert egyszerű gázolról leolvasok, nekem ne mondja, hogy toleráns. A francba. Megint amiatt van, mert állandóan kiabálsz. Nem kiabálok. Hogy kiabálnék? Miért kiabálnék? Teljesen nyugodt vagyok. Ilyet? Még soha nem fognak minket meghívni nagy tájra. Miért ne hívnának meg? De fel fognak hívni. Nem tetek róla ez elmebeteg azt mondta nekem, hogy toleráns. Nekem ilyet ne mondjon. Az de bántja az ember. Így viselkedni. Miért? Mit csinál? Most mondd meg, hogy mit csináltam. Semmi, nézd magadra. Hát, izé van, hát ő dobta ide, én csak megpróbáltam. A hisztériáddal kiborítasz engem. Fogd az arcodat, a művész úr meg elment. Úgy nézett ki, mint egy fáradt vízitündér. Mennyi van a most mit csináltál? Tönkretetted a izejét neki. Én nem tettem tönkre semmit. Ha akar visszajön, ha akar itt marad. Fogod a pofádat befelé? Fogod a pofádat. Na itt vajon, itt vajon, na végre már itt is van. Kicsit portás ajad. Ennyi volt a Frisbee szezon premier előtti adása. Most a színpadon természetesen Markos György énekel. Velünk legközelebb a szezonnyitó adással jövő héten szerdán 22 óra 30-kor találkozhatnak itt a TV2-n. Jó éjszakát kívánok! Beszámolnám azt, amit énekelnék, jó? Figyelem, akkor készítsétek be.
Egy, két, há, négy. Azért nincsen, mert elkúrtuk. Egy kicsit, nagyon. Hello. Non esiste l'amor, è soltanto una favola inventata da te per burlarti di me. Non esiste l'amor, è una storia ridicola, ma rovina il mio cuor, me l'hai detto che tu che non ami già più. Non posso pensare che d'un altro tu sei, che tuoi baci non sogno più miei, mentre ancor ti vorrei. Non esiste l'amor, è soltanto una favola, mentre ridi di me, io n'amo che te. E se piango d'amor, non mi sento ridicolo, solo pazzo lo so, ma io posso darò finché parte il cuore. Együttműködő partnerünk a Gilda Max mozgásközpontok. Munkatársaink és vendégeink a 6x6 taxival utaztak. Együttműködő partnerünk a Hajas Szalon.